Na, sziasztok! Sok ilyen fűrészbakot meg kalodár láttam már az interneten, és akkor bemutatnám én is, hogy az enyém milyen, meg hogy miért ilyen, amilyen. Kezdjük is ezzel a úgynevezett kecskelábbal. Ugye nagyon sokan csinálnak vasból, de ugye ennek van egy hátulütője, hogyha esetleg olyan helyen vagyunk, ahol nincs segítség, és egyedül vágunk vele, akkor ugye van arra is esély, hogy belevágunk a vasba. Ez ugye kiveszi rögtön a fűrésznek az, vagy a láncnak az élét, viszont én úgy oldottam ezt meg, mindjárt ide kintebb rakom, hogy ezt a kis távolságot megoldottam, ide beraktam egy ilyen uvasat, egy kimondottan egy uvasból kiépített U-alakú profilt. Ebbe pedig benne van egy akác deszka. Pontosan egy, három, hát egy két és fél, három centi vastagságú. És ezt ugye, hogy is mutassam, ide berakom, elbillentem, kiesni nem tud. Viszont, hogyha itt vágjuk át, akkor mikor átér a fán, akkor ugye szintén fának ütközik, ami ugye nem okoz gondot, ez meg bármikor cserélhető. Mindjárt rakok is rá egy valamilyen fát, hogy szemléltessem. Tehát így néz ki a dolog, hogy van közötte egy olyan hozzávetőlegesen 8-10 centi, hát 9. Tehát, hogyha átvágjuk, akkor is ugye fának ütközik. Hát, hogyha itt mellette vágunk, akkor ugye nincsen baj, de viszont mikor már kicsi a fa, még két fele kell esetleg vágni, akkor ez olyanoknak a legjobb, akik kis kajhába fűtenek leginkább. Ez a kecskelába sztori, ez így röviden ennyi. És akkor folytatjuk a ővele. Na szóval, fiúk, alsó csak ki, ez stabilizálja, hogy ne legyen össze-vissza. Rögzítve, és változtatható a magasság, mert ugye ez, hogyha lazábra hagyjuk picit, akkor ugye lentebb van. Viszont, hogyha rányomjuk, akkor egész magasan tartja. A legjobb az egészben az, hogy oda a talicska közé fér, és akkor ugye amikor az ember darabolja, szépen karikázza felfelé, akkor nem kell külön a pakolászással killódni, mert már egyből bele potyog a talicskába. Így van kiképezve. Ez egy olyan 3-4 mm-es kazallemez darab. Ki van egy picit így fogazva, hogy ne tudjon fordulni benne a fa. Ez a csúszó, az is szintén egy picit fogazott. Így nem fordul meg benne. Ez a fajta tartóbak, ez ennyi. Folytatjuk a kalodával. Szóval akkor kaloda. Ez szintén a talpozott. Három darab vaspogácsa mind a két oldalon. 30x30-as zártszelvény. 3/4-es vascső a felálló ágai, a tartóoszlopok. Van rajta kettő darab ilyen rögzítő, hogy ne tudjon a fa kibukni belőle, vagy hogyha tényleg ilyen véknyet vág az ember, amit csak így célszerű láncfűrésszel kalodába, az ugye tud benne mozogni, de hogyha
ezt a tartót ugye el lehet fordítani, mikor pakolunk bele, vagy akár le is lehet róla venni könnyed mozdulattal, és ugye amikor ha két kézzel tudnám csinálni, akkor ha tudnám nyomni, ezt megszorítom, és akkor annyit stabilizál rajta, hogy nem kezdél egy gurigatni össze-vissza a lánc, mikor a felső egy-két-három sort vágjuk. Van rajta kettő ilyen tartó, ez bármelyik oszlopra áthelyezhető. Ami számomra nagyon jó, én úgy csináltam meg, hogy alul, honnan is mutassam, alul nekem ugye csak ebbe az irányba vannak átkötve, itt nincs. Ennek is az a célja, hogy mikor vágjuk átfele, ugye amikor átmegy a lánc, akkor nem ütközik semmiféle akadályba, mert itt is van egy jó 30 cm, így 30 centi távolság, ami biztos, hogy elég, hogy ne menjen ki a láncnak az éle, hogyha belevágunk, vagy belevágnánk a vasba. Szóval hát az ilyen vékony fát is fel kell valamivel vágni, körfűrész is megfelel erre a célra, de ugye hosszabbító, kihúzni a gépet, kilódni, egyenként vágni, ezt meg pillanatok alatt telidobálja az ember fával, aztán sípsupma lehet is vágni. Ha tetszett a videó, iratkozz fel, ha még nem vagy. Köszönöm, hogy megnézted. Sziasztok!